Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a szervezők nevében ezen az ünnepnapon. Köszönjük, hogy ilyen szép számban velünk tartanak az évszázad kishegyesi beruházásának átadásán. A mai napon vesszük mi kishegyesiek birtokba a Petőfi Sándor Magyar Közösségi és Művelődési Központ épületét. Nagy örömünkre szolgál, hogy a minden évben megrendezésre kerülő hegyesi literatúra rendezvény sorozata keretében kerül sor erre a rendkívüli, számunkra történelmi pillanatra. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem kiemelt vendégünket, az ünnepség szónokait, a beruházás legnagyobb támogatóját, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkárt. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházának elnöke nem tudott ma velünk lenni. Ezúton köszönjük, hogy a kezdetektől hitt és támogatta a projekt megvalósulását. Nagy öröm számunkra, hogy velünk ünnepel Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője. Pálinkás Gábor, első beosztott konzul Magyarország belgrádi nagykövetségéről. Dr. Kajzinger Tibor, első beosztott konzul Magyarország szabadkai főkonzulátusáról. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelik ünnepségeink, egyházi méltóságaink, Brasnyó Ferenc Esperes plébános, magiszter Karanándor kisegítő lelkész és Orosz Attila bácskai református esperes. A megnyitó rendezvényt megtisztelte államtitkárunk, Gyivánovics Dániel. Szeretnám pozdravni a Márka Lázicsa, presszegnika obstine Máli Gyors. Köszöntjük a megjelent Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Közösség tartományi, önkormányzati tisztségviselőit és képviselőit, a Magyar Nemzeti Tanács megjelent tisztségviselőit és képviselőit, a helyi közösség mostani és korábbi tanácsának a tagjait, díszpolgárainkat, közéletünk és kulturális életünk szereplőit, a sajtó képviselőit, testvértelepüléseink megjelent képviselőit, Békés Szent Andrásról, Isaszegről és Budapest 16. kerületből, valamint minden megjelent kishegyesit. A himnuszokat a Melódia Kamara zenekar előadásában hallhattuk, s egyben kérem Önöket, hogy hallgassuk meg alkalmi koncertjüket.
Thank you.
Engedjék meg, hogy felkérjem Juhász Bálintot, a Kisegyesi Képviselőtestület és a Vajdasági Magyar Szövetség Intézőbizottságának elnökét, hogy a házigazda a kisegyesiek nevében tartsa meg köszöntő beszédét. Államtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim, elnök urak, hölgyek, kedves kishegyesiek! Az épület, ez a beruházás, ez nem csupán egy megvalósult terv, nem csupán egy beruházás, ez egy szimbólum. A kitartás szimbóluma, a közösségi kondíció, a közösségi erő szimbóluma, és a közösségi megújuló képességnek a szimbóluma. Kitartás szimbóluma, hiszen anno privatizációból magánkézbe került hányatott sorsú épületért nagyon hosszú éveken keresztül küzdöttünk. 2000-es évek elején került ki közösségi tulajdonból, és 2009-ben, amikor a helyi közösség elnökeként még így megboldogult lánykoromban kezdtem el politizálni, akkor arról beszéltek a faluban, hogy két épület sorsa foglalkoztatja az embereket. Az egyik a Jáni ház, a másik pedig a színház épülete, színház és szövetkezeti otthon. A Jáni ház sorsába sajnos nem tudunk belenyúlni, ez egy magánkézben lévő épület. Viseljenek gondot róla a tulajdonosaik. De a színház az szimbólum jellegét még 1951-ben nyert el, amikor közösségi összefogással, önkéntes munkával, itt helyben, meg a Tarcalon található erdőkből hozott anyagból a kishegyesek maguk építették fel. Nem mondtunk le az épületről, habár használhattuk a 2000-es évek elején is, de igazából senkié sem volt közös lónak túrós a háta. Beázott, vakolatomladozott, nem volt funkcióban. 2009-ben felújítottuk a pert, és 2011-12-re már jogerősen is a közösség tulajdonába került vissza. A közösség kondíciónak a szimbóluma, hiszen az a közösség, amely ilyen beruházásra, megvalósítására képes, az egy erős közösség, én azt mondanám. Büszke vagyok a kishegyesi közösségre. És arra a tényre, hogy az átadó pillanatában már gyakorlatilag minden terem, minden zug, minden helység funkcióban van. Ide költözött a könyvtár, méltó helyre, fölszabadítva ezzel az ifjúsági otthon még általunk használt részét, lehetővé téve az egyház számára, hogy visszakapja tulajdonába azt az épület együttest, és az is új funkciót tudjon majd kapni. Atyával de sokat beszélgettünk erről, és de vártuk ezt a pillanatot. Hál' Istennek gyakorlatilag át is költöztünk. Itt fog működni reményeink szerint a zeneiskola, a táncegyüttesünk, a művelődési egyesület csoportjai, a szóbeszéd helyi lap, a méltán híres Dévics Imre művésztelep, és rengeteg civil szervezet, nincs kihasználatlan terület. Ez is a közösségi erőt mutatja be nekünk, illetve arról tesz tanúbizonyságot. A megújuló képességnek is a szimbóluma, hiszen arról beszéltek, hogy régen, de fantasztikus volt. Valahonnan ott a templom, az iskola környékétől vasárnaponként ide elsétálni, és moziplakátokat nézegetni, meg mozi filmre beülni. Pezsgő élet volt, sétálgattak az emberek. Lehet, hogy néhány évvel ezelőtt még nem gondoltuk, hogy ilyen lehetőségünk lesz megújítani és megújulni, akár ezt a szokást megújítani, hogy legyen hova elsétálni, legyen miért elsétálni. Új tartalmat adtunk, egy új fazont szabtunk ennek a településnek ezzel a beruházással, úgyhogy ennek is a szimbóluma. Akkor megvalósul egy nagy terv, akkor az ember ilyen felszabadultságérzetet, boldogságot érez, de nehezen talál szavakat. Én a köszönet szavával szeretnék élni. Szeretném megköszönni annak az öt kishegyesének, sajnos hárman közülük elhunytak, újfent.
Sípos Verónának és Tóth Péternek, Kollár Ilonának, Gálik Ferencnek és Péter Istvánnak, utóbbi hárman már a egekből figyelik az átadót. Köszönöm nekik, hogy kiálltak a bíróságon, elmondták, hogy ők, a szüleik hogyan végeztek önkéntes munkát, mit tettek azért, hogy ez az épület fölépüljön. Ez volt a jogalapja annak, hogy visszakapjuk ezt az épületet. Szeretném megköszönni a Művelődési Egyesület előző és aktuális elnökének és minden tagjának, hogy folyamatosan életet lehelt az épületbe, akkor is, amikor nehéz volt, és ma is, amikor fantasztikus érzés ide átjönni. Szeretnék köszönetet mondani Pásztor István elnök úrnak, aki az első pillanattól kezdve a beruházást, az ötletet támogatásáról biztosította. Szeretnék köszönetet mondani Magyar Nemzeti Tanács előző elnökének, Hajnal Jenő úrnak, és jelenlegi elnökének, Fremond Árpád úrnak, hogy hathatós közreműködésükkel relatív gyorsan és ilyen szépen jól meg tudott valósulni ez a projekt. Szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani Magyarország kormányának és a Nemzetpolitika Államtitkárságnak, Potápi Árpád János államtitkár úrnak és Pirisnyi Szabó Judit főosztályvezető asszonynak, hogy nagyon-nagyon nyitottak és támogatóak voltak a projekt lebonyolításában, és Magyarország kormánynak köszönhetjük elsősorban az ilyen típusú és a teljes mértékű felújulást, majd megújulást, amit most itt láthatunk. Hálátlan dolog belekezdeni a köszönetmondás sorába, mert mindig kimaradhat valaki. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a kivitelezőknek, akik elvégezték a munkát, leszállították, amit le kellett, akik rengeteg órát tettek be abba, hogy az épület csillogjon és villogjon a mai átadóra. Külön köszönetet szeretnék mondani Sipos Tibornak, a helyi közösség titkárának, hogy nem mostoha anyja, hanem igazi gazdája volt ennek a projektnek sok éven keresztül. Sándor István alpolgármester úrnak, hogy őt ebben segítette, és valóban mindenkinek, Magyar Nemzeti Tanács hivatalának, akik segítették a projekt megvalósulását. Azt javasolnám, hogy ne csak szimbólumként tekintsünk erre az épületre, ne csak a múltba tekintsünk vissza az épület kapcsán, hanem tekintsünk az épületre a szimbolika mellett lehetőségként. Legyen ez az épület, az itt megújult tér a találkozások helye, legyen élettel teli, legyen a közösség megerősödésének az alappillére, kapaszkodjunk egymásba, és töltsük meg élettel az épület együttest a teret, mert hogy azért a tér, aki belakja, hát lakjuk be, kedves kishegyesek, legyen ez egy kihívás újra. Petőfi szobor átadásánál kértem erre mindenkit, vagy ebbe a szövetségbe szólítottam, én ezt most megismételném. Petőfi szobor átadás, gyermeknapi program, Petőfi busz, ez csak az elmúlt néhány hét rendezvénye, és sok ilyet kívánok saját magunknak, és legyen ez erő a következő fél évben nekünk, és azt követően is erő ahhoz, hogy erőt is tudjunk majd demonstrálni, amikor kihívások várnak ránk. Stílszerűen a kishegyesi literatúra csépenapok keretében átadandó épületnél egy csépe idézettel készültem, egy halk vallomással, ez a verse címe. Nem vagyok olyan tökéletes versmondó, mint az utánam következő fiatalember, de így szól az idézet. Itthol őseim alusszák álmukat, s virul felettük ezer virág, itt akarok élni s halni, nem kell dicsével a nagy világ. Itt akarom befutni a sorsomat, mit kimértek rám a csillagok, hiába hívnak rejtelmebb tájak, visszaintnek lágjukkal a pipacsok. Azt gondolom, hogy a legszebb üzenetet fogalmazta meg falunk egyik legnagyobb költője. Szeretnék még egyszer mindenkinek köszönetet mondani a jelenlétért is, hogy együtt ünnepelhetünk az évszázad beruházásának átadásán kishegyesieknek. Lehet, hogy ez túlzónak hangzik, nekünk az biztosan, és történelmi a pillanat, ahogy
a hölgy mondta. Isten éltesse a közösséget, Isten éltesse mindannyiunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Presser Adam is, miénk itt a tér. Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel. A ház is a miénk, mert mi viseljük el. Nekünk kevés fény jut, árnyékból van több. Sötét szobánkban a pók rossz hálót köt. A mély udvarokban csak ecet van ő. A lépcsőn, melyen járunk, lekopott a kő, miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel. Ismerős a füttyés és egymásnak felel. Csavarogtunk mi már sokszor délután. Ápolt kerteken, hol elfeküdt a nyár. És ha este lett és indultunk haza, visszafogadott minket ott a térdala. Miénk itt a tér? Miénk itt a tér? Kerekes Zalán szavalatát hallhatták. Felkérem Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt államtitkár úr, elnök úr, első beosztott úr, elnök urak, elnök asszonyok, hölgyeim és uraim, kedves honfitársaim, kedves kishegyesiek, először is engedjék meg, hogy megköszönjem mindjárt nevében, a késők nevében azt, hogy megvártak bennünket itt a bioszoláriumban, és kitartottak, de mentségünkre legyen szólva, hogy egy hasonlóan szép és felemelő ünnepségnek lehettünk a tanúi verbászon, ahol új luteránus evangélikus imaházat közösen szentelhettünk, és adtuk át a verbászi magyar közösségnek, ezért késtünk, elnézést kérünk ezért. A mai ünnepi alkalomra készülődve egy Jókai Mór idézet jutott eszembe, gondolat: aki önmagát újra teremteni képes, az halhatatlan. A kishegyesieknek van, méltán van, és a környékbelieknek méltán van, mire büszkék lenniük, hiszen 1848-49-ben a szabadságharc utolsó nyertes csatája itt a délvidéken, itt zajlott Guyon Richard, francia származású angol honvédtábornok részéről, aki megfutamította a császári csapatokat, sőt, még a Bácskából is sikerült nekik kiűzniük még aznap az ellenséget. Ez a harci szellem, amely kellett a forradalomhoz, kellett a szabadságharchoz, ez kellett ahhoz is, hogy minden nehézség, vesztes háborúk után a kishegyesi közösség meg tudott, magyar közösség meg tudott maradni. 1944-ben átvészelte a megtorlásokat, és az 50-es évek elején újra abba a munkába kezdett, ami az önszerveződést jelentette. Azt jelentette, hogy a megtorlások ellenére, a megfélemlítések ellenére a saját a sorsának az irányítását a kezébe akarta venni. És éppen ezért építették meg ezt a művelődési házat, kultúrházat, színházat, mert azt akarták bizonyítani a hatalomnak, de leginkább önmaguk számára, hogy nem futamodnak meg, itt vannak itthon, mindig is ez volt a hazájuk, és a gyermekeiket is itt szeretnék felnevelni, itt képzelik el a jövőjüket.
Ez a közösség nem hátrált meg a 2000-es években sem, amikor magántulajdonba került ez az épület, és hosszú harcot vívtak, folytattak azért, hogy visszakapják ezt az épületet, és olyan célokat fogalmaztak meg, amihez nem csak a helyi politika tudott mellé állni, hanem a magyar kormány támogatását is el tudták nyerni. Ezért is választottam Jókai Mór idézetét, mert nem csak a csatákat, nem csak a háborúkat kell megnyerni, de sokszor a békét sokkal nehezebb megvívni, illetve sokkal nehezebb megtartani az elért sikereket, főleg úgy, hogy mi magyarok az elmúlt 2 évszázadban győztes háborúkban nem nagyon bővelkedtünk. De a békét így is meg kellett nyernünk, hiszen nekünk közösen kell megtenni mindent annak érdekében, hogy a bácskai emberek, a bánáti, szerémségi, vajdasági emberek itt tudjanak boldogulni őseik földjén, hiszen itt vannak itthon, ez az ő hazájuk. A magyar kormány részéről ezért volt az, hogy támogattuk az oktatási nevelési intézményeiknek a felújítását, fejlesztését, támogattuk a szociális intézményhálózatnak a kiépítését, fejlesztését és felújítását, és természetesen támogattuk a kultúra területén megfogalmazott céljaikat is, ami kezdődik ott, hogy láthatjuk azt, hogy a Nemzeti Színházat rendbe tesszük Szabadkán, és utána pedig gyakorlatilag a községek területén, a települési szinten is a kultúrházakat is megújítjuk, illetve olyan közösségi tereket alakítunk ki, amelyeket az ott élő emberek igénybe tudnak venni. És ami még jobb és szebb, hogy az ott élő gyerekek, fiatalok itt tudják megteremteni azokat a pluszokat, azokat a sikereket, amely ahhoz kell, hogy megmutassák majd önmagukat, megmutassák a településüket, és így Kissegyesnek is, nem csak itt a Vajdaságban, hanem a Kárpát-medencében a nevét tudják öregbíteni. Ezért nagyon szép alkalom az, hogy közösen avathatjuk ennek a színháznak, művelődési háznak, közösségi térnek az átadását, amely ez a legnagyobb támogatást a magyar kormány, illetve a magyar kormány részéről a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága adott. Szeretnék én is köszönetet mondani minden itt élő embernek. Köszönetet mondani azért, hogy megtartották az anyanyelvüket, megtartották a kultúrájukat, ragaszkodnak őseik hitéhez, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekeik is a magyar intézményeket, a magyar megmaradást válasszák. Gratulálok természetesen a tervezőknek, a kivitelezőknek, mindenkinek, aki a munkájával hozzájárult a mai nap ünnepélyesebbé tételéhez. Köszönöm szépen a meghívásukat, nagyon szívesen tettem ennek eleget, és elnök úr azt fogalmazta meg, hogy az évszázad legnagyobb beruházása, hát ezért hosszú még ez az évszázad, állítólag 2098-ban lesz még egy nagyobb is. Kívánom azt, hogy mindannyian érjük meg. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, államtitkár úr, a felemelő szavakat. Elérkeztünk rendezvényünk legünnepélyesebb pillanatához, a szallagátvágáshoz. Felkérem a média képviselőit, hogy az épület főbejáratánál helyezkedjenek el, Potápi Árpád János urat és Juhász Bálint urat, hogy együtt vonuljanak a szallagátvágás helyszínére, és vágják át a szallagot. Felkérjük az egyházi méltóságokat, hogy szenteljék fel az épület együttest. Ezt követően megkoszorúzásra kerül falunk szülöttének Csépe Imrének az emléktáblája. Koszorút helyez el Potápi Árpád János államtitkár úr, Juhász Bálint IB elnök helyezi el a Vajdasági Magyar Szövetség koszorúját, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Fremond Árpád elnök és Árközi István a Végrehajtó Bizottság elnöke koszorúz, Kishegyes Község Önkormányzata nevében Sándor István alpolgármester koszorúz, a kishegyesiek koszorúját Bordás Győző helyezi el. Majd közösen bejárjuk az épületet, amely a Kishegyesi Könyvtárnak, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek, a Dévics Imre Művésztelepnek, a Szóbeszéd helyi lapnak, az Ifjúsági Klubnak és számos helyi civil szervezetnek ad otthont a jövőben.
Ezt követően kiemelt vendégeink állnak a média képviselői rendelkezésére. 16:00 pedig a Hegyesi Literatúra rendezvény sorozat következő állomásai várják az érdeklődőket. Kérem, tartsanak velünk a továbbiakban is. És add, hogy mindazok, akik a tudomány és a művészet művelése céljából a könyvek és a művészet ezen otthonát fölkeresik, ígéd bölcsességének mindenkor szolgáljanak, és a helyes tanításban, jól tájékozódva, a világ emberibbé tételében folytonosan közreműködjenek Krisztus, ami Urunk által. Amen.